Történet az ott kezdődik, hogy edzésre jövünk haza Dominikkal. És Dom felhozta az ötletet, hogy Szabónak venni kéne valami ajándékot. Mondtam, hogy menő lenne valami itala felköszönteni a 18. születésnapján. A Jack Daniels jutott a döntés, mert tudjuk, hogy azt szereti, és mi is szeretjük. Felhoztam ötletnek, hogy menő lenne valamit gravírozni rá. Az Exo logót találtam ki, mert hallgatja a bandát, nem mellesleg én is nagyon szeretem. Megvan az ajándék, na most már csak kivitelezni kell. Csütörtökön pont rövidítő óraink voltak, ez pont kapóra jött, és turbóban meg tudtuk venni a említett italt. De a munka oroszlán része még hátra volt. Se baj, még van nagyon sok idő a délutánból, hazamegyek, lemosom a címkét az üvegről, és mehet is a gravírozás. A címke lemosása nagyon egyszerűen ment, tisztítószerekkel, ecettel és meleg szappanos vízzel, hamar lejött rólam, semmi akadálya nem volt, hogy tovább haladjon a munka. Kivágtam egy sablomból az Exo logót, és alig vártam, hogy már aznap este rá tudjam gravírozni az üvegre. Igen, ha meg lett volna az a kibaszott kézi gravírozó, mert miért is lenne meg valami a házban? Kal után siettem haza, gyorsan csináltam egy borzasztóan férfias rántottát, amitől olyan erőt kaptam, hogy azzal még hittem egy félfalunyi szűzlányt. Ezután nagyon kellett sietnem, mert aznap estére kész kellett lennem az ajándékkal, meg az átadás előtt volt egy kis dolgom. Hála Istennek kint a kamrába találtam egy hasonló kompresszoros gravírozót, ez erősebb volt, mint egy kis kézi, de hatékonyabb is. Már csak a végső feladat hiányzott, a csomagolás elkészítése, nem akartam cipős dobozba berakni, ezért barkácsoltam egy kis ládikát. Mert az szinten szorított az idő, hogy nem tudtam volna rendesen megcsinálni. És ha már lúd, akkor legyen kövér. Ezért az elemeket direkt arrébb toltam, így teljesen homemade hatást keltett. Valaha barkácsoltatok, akkor ismertek ezt a hangot. Igen, ez a csiszolópapír hangja. Nem szeretem ezt a munkafolyamatot, mert nagyon pepecselős, de megéri a kínódás, mert nagyon finom lesz tőle a fa. Csak az utolsó művelet volt hátra. A csavarozás, ez zökönömentesen ment, és az ajándék készen állt az átadásra.